Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit a budapesti Golgota gyülekezet hétfesti alkalmán. Egyetlen egy dolgot szeretnék csak hirdetni, mielőtt Isten igét tanulmányozzuk, amit gyakran hirdetek, és bátorítalak mindig, emlékeztetlek benneteket, hogy az alkalom előtt fél órával a hátsó kisteremben szoktunk imádkozni. Ha tudtok picit előbb jönni, gyertek és csatlakozzatok hozzánk. Már sokszor tanítottam, és már sokszor beszéltem arról, mennyire hiszek az ima erejében, és nagyon hálás vagyok azokért, akik velem együtt imádkoznak ezekért az alkalmakért. Most is imádkozunk. Most is imádkozunk, és kérjük Istent, hogy az igéből tanítson bennünket, és szólítson meg bennünket. Mindenható és örökkévaló Istenünk, köszönjük neked, hogy te létezel, hogy te valóság vagy, és megismerhetünk, mert te kijelentetted magadat, önmagadat nekünk. Kezünkben lehet a te kijelentésed, az igéd, a Biblia, a te igazságaid, a valóságról, a hiteles leírás, arról, hogy te ki vagy. És köszönjük, hogy kijelentetted magad Jézus Krisztusban, a te fiadban, aki emberré lett, és meghalt a mi bűneinkért. Köszönjük, hogy feltámadott, és most is él. És köszönjük, hogy drága Szentlélek általad itt van jelen ő is. És bennünk él, mindazokban, akik újjászülettünk, és befogadtuk őt. Hívunk téged ezen az estén. Szólíts meg bennünket, rázz fel bennünket. Ha szükséges, rombolj le hazugságokat, és építs fel igazságokat a te igéd által. Hisszük azt, hogy amikor a te igédet tanulmányozzuk, a te szent lelked belenyúl az életünkben, és nem csak tanulunk, hanem megváltozunk, elváltozunk. Ezt kérjük, ebben hiszünk. Ezen az estén is. Jézus, a te nevedben kértük mindezt. Ámen. Galatákhoz írt levelet tanulmányozzuk. És ugye a mai alkalommal a második fejezet 17. versétől fogjuk folytatni az eddigieket. Szeretnélek emlékeztetni benneteket, hogy az elmúlt alkalommal úgy fogalmaztam, ugye, hogy elérkeztünk a levél egyik csúcspontjához, mert az evangélium lényegéről volt szó, a megigazulásról. Ez a múlt alkalommal, ez a fogalom a Galata levélben nem szerepelt eddig, és a múlt alkalommal viszont sokszor szerepelt, hogy abban a két versben, amit tanulmányoztunk, háromszor is, és megnéztük részletesen, hogy ezt mit jelent. Hogyha nem voltál itt, vagy nem tudtad meghallgatni ezt a tanítást, bátorítalak, hogy a Golgota TV archívumából meghallgathatod, vagy megnézheted, mert ahogy mondom, a levél egyik csúcspontja, legfontosabb üzenete volt ehhez, amiről a múltkor beszéltünk. Láttuk a múlt alkalommal, hogy a megigazulás, amiről szó volt, az tulajdonképpen egy jogi eseményt jelöl. Amikor a bíróság kimondja a vádlottról azt az ítéletet, hogy nem bűnös. A Biblia ezt használja, ilyen értelemben használja ezt, Isten ilyen módon mondja el nekünk, hogy tulajdonképpen mi is történt. Amikor ő, a bíró, az igaz Isten, felmentő ítéletet hoz rólunk. Mert ez a kereszténység központi tanítása, hogy Jézus Krisztus miatt azt az ítéletet hozza rólad az Isten, hogy nem bűnös. Úgy említettem a múltkor azt, hogy a magyar nyelvben ez kicsit zavaró, mert azt, hogy igaz, ennek a szónak van kétfajta értelme is. Az egyik az, amikor az igaz a hamisnak az ellentéte, a másik pedig, amikor az igaz a bűnösnek az ellentéte. Most amikor ilyen értelemben használja a Biblia, és mi is
és a ti bibliátok is ilyen értelemben használja ezt a szót, akkor mindig a második értelemben kell értenünk, amikor a bűnösnek az ellentéte az igaz. Tehát amikor azt mondja az ige, hogy igaz, igazak vagyunk, megigazoltunk, akkor gyakorlatilag azt mondja, hogy nem vagyunk bűnösök. Ezt ugyanazt jelenti. Ez a jelentése. És hogyan történt ez? Ugye ez egy nagyon fontos dolog, hogy hogyan mondhatja ki az igazul ítélő Isten a bűnös emberről, hogy igaz. És ugye ezt a múltkor is említettem, hogy talán az egész Új Szövetségben, Pál leveleiben, a második korintusi levél 5. fejezetének a 21-es verse mondja ki egyetlen versben a lényeget, hogy mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette, értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Egy cseréről van szó, egy fantasztikus cseréről van szó. Tehát Jézus, aki ott volt a kereszten, aki nem bűnös, és itt vagyok én, ugye, aki bűnös vagyok, kettőnk között történt egy csere. Ezt mondja el nekünk a jó hír. A csere arról szól, hogy az én bűnömet ő megkapta. Olyannyira, hogy a Biblia nem is úgy fogalmaz, hogy itt legalábbis a 2. Korintus 5.25-ben, hogy bűnös lett Jézus, hanem bűnné lett. Itt szó szerint a görögben is ez van, bűnné lett. Az én bűnöm ő lett. És ezt ítélte meg Isten a kereszten. Cserébe én megkaptam az ő igazságát. Ezt jelenti, ez a háttere annak, hogy miért mondhatja ki az igazul ítélő Isten rólam, aki bűnös vagyok, hogy igaz. Mert ez megtörtént. Ugye ez az evangélium központi tanítása, és ezt beszéltük meg a múlt alkalommal. Tehát a megigazulás az, amikor Jézus Krisztus keresztje miatt, ez miatt a csere miatt, egy fantasztikus csere miatt, Isten igazzá nyilvánít, és azt az ítéletet hozza rólad, hogy nem bűnös. És Isten már most igaznak nyilvánít, amikor hittel elfogadjuk ezt a cserét. Bár az állapotunk szerint még nem vagyunk igazak. Tehát ugyanazt a bűnös, velünk született természetet hordozzuk, ahogy megszülettünk. Bár elkezdődik bennünk azért valami fantasztikus változás, ugye erről beszéltünk a római levél kapcsán nagyon részletesen, de természetünk szerint, állapotunk szerint, a viselkedésünk szerint nagyon sokszor még nem mondhatná ki az Isten rólunk, hogy igazak vagyunk, és nem tudnánk megállni a Szent Isten előtt, de ő mégis azt mondja, mert felnéz a keresztre, és ott látja Krisztust, és meglátja a mi bűnünket Krisztusban. Ott megítélte az Isten. Múltkor láttuk, hogy ezt a csodálatos dolgot hogy kaphatja meg valaki. Hogy mondhatja egy ember itt a földön, hogy érvényes rám ez a csere. Láttuk, hogy Isten nagyon egyszerűvé tette. Hittel. Pusztán hittel el kell fogadnia ezt. Ugye a hit alatt ugye nem csak intellektuális dolgot értünk, hogy hát értelemmel fölfogtuk, vagy legalábbis valamilyen mértékig megértettük, hogy miről van szó, és egyetértek ezzel, hanem a hit azt jelenti, hogy belévetem a bizalmamat, odaszánom az életemet neki. Erre építem az életem, erre a cserére, a keresztre. Ez a kereszt, innentől keresztény valaki, különben csak játék a szavakkal. Tehát hittel ezt megkaphatja bárki. Nem tud érte egyébként senki semmit tenni. Ez ajándék, kegyelemből van. Aki elfogadja, azé. Aki nem, annak nem lesz. Tehát ezt néztük meg múltkor, és Pál világosan elmondta nekünk, hogy az üdvösség útja az ez. Hittel elfogadjuk ezt a cserét.
ami megtörtént a kereszten. Nem a törvény betartása által lehetséges, hogy mi a mennybe jussunk, meg Istennel jóba legyünk, és nem a jó cselekedeteinkkel érdemeljük ezt ki, hanem csak azért, amit Krisztus tett a kereszten. Csak ezért. Nem kell, és nem is tudsz semmit tenni azért, hogy a mennybe jussz. A vallások ezt tanítják. Minden vallás az elmúlt 2000 évben, meg régebben is azért keletkezett, hogy valahogy választ adjon az embernek arra a kérdésére, hogy hogyan lehet az ember jóban az Istennel. Hogyan állhat meg az ember a Szent Isten előtt. Minden vallás egy utat rajzolt fel. Valamit csinálnod kell, be kell tartanod valamit, és akkor majd talán az Isten elfogad. De minden vallás téved. Mindegyik téved. Mert semmit nem tudunk tenni azért, hogy a Szent Isten előtt megálljunk. A kereszténységnek ez az üzenete, a kezdete, az üzenet első fele, hogy semmit nem tudsz tenni. Bármit teszel is, a te jó cselekedeteid messze vannak attól, hogy a Szent Isten elfogadjon. Ezért nem ez az út a mennybe, Istenhez, hanem csak Krisztus keresztjén keresztül vezet, aki elfogadja, hogy meghalt a bűneiért. Amikor ugye valaki meghallja mondjuk ezt a tanítást először, vagy sokatszor, akkor rögtön előjön egy kritika, rögtön jön egy ellenvetés, hogy micsoda, hát csak olyan könnyen jutok a mennybe, hogy hittel elfogadom Jézust, és nem is kell semmit csinálni. Teljesen mindegy, hogy élek? Bármit tehetek? A cselekedetek nem is számítanak? Ha nem kell a törvényt betartanom, csak hittel elfogadnom Krisztust, akkor a törvény az nem is számít? Akkor akárhogy élhetek? Akár bűnben is élhetek? Sokan kérdezik ezt. És vannak, akik azt mondják, hogy a kegyelem tanítása, amit én mondok, az veszélyes. Veszélyes, mert hiszen elveszi az ember morális felelősségét, hogy betartsa a törvényt. Hiszen nem a törvény betartása által mutatja az utat Istenhez. Azt mondják, hogy ilyet nem mondhatunk az embereknek. Az emberek elkanászodnak, akkor azt teszik majd, amit akarnak. Ó, de mennyi pásztor van, mennyi tanító, aki azért, hogy kordába tartsa a gyülekezetet, nem a kegyelem evangéliumát hirdeti, hanem azt, hogy vigyázz, mert az Isten lesújt rád, és a félelemmel manipulál, és az emberek félnek, és próbálnak jól viselkedni, és nem merik hirdetni a kegyelem evangéliumát, mert attól félnek, hogy majd elkanászodnak az emberek. Hát ha majd én azt hirdetem a pulpitusról, hogy nem számítanak a cselekedeteid az üdvösséged szempontjából, akkor majd az emberek mindenfélét fognak cselekedni, és bűnben fognak élni. És de sokan ez miatt, a félelem miatt egy hazugságot tanítanak, és próbálják az embereknek azt mondani, hogy legyetek jók, ha tudtok, aztán talán sikerül bejutni a mennybe. De ez hazugság. Nem fog sikerülni. Azon az úton nem. Nem lehetünk jók, elég jók az Isten előtt. Mikor Jézussal beszéltek ugye a farizusok, és sokan, ugye Jézussal sokan beszélgettek, és ők ugye különösen a farizusok, a törvényismerők, az akkori vallásos vezetők, ők nagyon be akarták tartani a törvényt, és hát elég magasan volt akkor is. És Jézus mutat nekik egy magasabb mércét. Azt mondja a törvény, hogy ne paráználkodj. Helyes. Én azt mondom neked, hogy aki már paráznak gondolataiban, fantáziájában már paráznál tekint egy nőre, már paráználkodott, és megszegte a törvényt. Na tehát ez alapján ebben a teremben jelenlévő összes férfi a pokolra kerül, ez tuti. Ez teljesen biztos. Aki esetleg úgy gondolja, hogy még nem volt életében parázna gondolata, az jelentkezzen. Látjátok, Jézus magasabbra helyezte a mércét. Ezt nem lehet megütni. Senki nem tudja azt mondani,
hogy be tudom tartani. Nem tudunk megállni a Szent Isten előtt. Jézus ezt nem azért mondta, hogy kétségbe essünk, pontosabban helyesbítek, azért mondta, hogy kétségbe essünk, hogyha azt hisszük, hogy a törvény betartása az az út, ahogy bejuthatunk a mennybe. Pontosan azért mutatta meg, hogy olyan magas a mérce, hogy lehetetlen, hogy kétségbe ess, hogy saját erőfeszítésedből nem lehet. Csak akkor, csak egy más úton lehet, Jézus Krisztusba vetett hit által. Szóval ez a kritika sokszor megfogalmazódik, hogy akkor bármit tehetünk, és akkor az emberek elkanászodnak. És majd az alkalom végén meglátjuk azt, hogy a válasz az, hogy nem. Nem kell félnünk ettől, mert aki valóban újjászületik, nem fog akárhogy élni. De hát haladjunk sorról, versről versre. Ugye a mai tanítás tulajdonképpen erről szól. A múlt alkalommal Pál elmondta a megigazulás tanítását, tulajdonképpen az utána levő versek, amiket ma tanulmányozunk, az ennek a védelmét szolgálja. Felolvasom akkor a mai részt, Galata levél, második rész, 17-től a 21-es versek. Ha pedig Krisztusban keresve megigazulást magunk is bűnösöknek bizonyulunk, akkor talán Krisztus a bűn szolgája? Semmiképpen sem. Mert ha valamit leromboltam, és ismét felépítem, magam nyilvánítom magam törvényszegőnek. Mert én meghaltam a törvény által a törvénynek, hogy Istennek éljek. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem, azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiába való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta, értem. Én nem vetem el az Isten kegyelmét. Mert ha a törvény által van a megigazulás, akkor Krisztus hiába halt meg. Nem mondom, hogy könnyű ez a rész. Tartalmaz sok olyan dolgot, amit elsőre talán nehéz megérteni. Úgyhogy szép lassan versről versre fogjuk tanulmányozni, hogy mindenki számára világos legyen, hogy miről is beszél itt Pál. Ahhoz, hogy pontosan megértsük ezeket a szavakat, ezeket a verseket, fontos, hogy a szövegkörnyezetet is pontosan értsük, hogy mikor mondta el ezt Pál, milyen környezetben. Ez mindig nagyon fontos a Biblia értelmezésénél. Ugye a Pál a múlt alkalommal a korábbi versekben a megigazulást magyarázta el nekünk, de ha megnézzük igazából, ez bele van ágyazva egy korábbi versek által bevezetett részbe, amit azelőtt tanulmányoztunk, amikor arról beszél, hogy Péterrel szembeszállt. Emlékeztek rá, beszéltünk erről, ugye a 11. versről van ez leírva, hogy Péter, aki ugye akkor Antiókiában vendégeskedett az ottani gyülekezetben, asztalközösséget vállalt a pogány keresztényekkel. Amikor azonban megérkeztek később zsidók, Jeruzsálemből zsidó keresztények, akik a törvény betartását hirdették, tehát azt, hogy nem elég Krisztusban hinni, hanem be kell tartani még a mózesi törvényeket is, különben nem jutsz a mennybe, akkor Péter meglepő módon képmutatóan viselkedett, és elhagyta a pogány keresztényekkel való közösségvállalást, elkülönült tőlük, és átment a zsidó keresztényekhez. És Pálnak ezért kellett ugye Péterrel szembeszállnia és nyilvánosan megintenie. Mert ez egy súlyos eset volt. Ugye Péter apostolról van szó, akinek nagy volt a tekintélye, a viselkedésével itt mégis azt kommunikálta, hogy a törvényeskedő zsidóknak van igazuk. És ezért sokakat megtévesztett. Még Barnabást is, az ottani egykori pásztort, aki egyébként Pálnak volt szolgálótársa nagyon sok missziói útján. Ez egy súlyos dolog volt, és Pálnak itt fel kellett lépnie. És szembeszállt vele, és nyíltan megintette, és erről írt, és ennek kapcsán elmondja a megigazulás tanítását, és ennek a folytatásai ezek a versek. Ezt a szövegkörnyezetet, háttérismeretet tudnunk kell, hogy pontosan tudjuk értelmezni, hogy miért írja Pál azokat, amiket itt olvastunk. Nézzük hát akkor versről versre.
ugye a 17. vers, ha pedig Krisztusban keresve megigazulást magunk is bűnösöknek bizonyulunk, akkor talán Krisztus a bűn szolgája? Semmiképpen sem. Miről beszél itt Pál? Pál nagyon érdekes módon itt önmagát is beleérti abba a csoportba, a zsidó keresztények csoportjába, és így többes számba velük együtt fogalmazza meg ezt a gondolatot. És azt mondja ezeknek a törvényeskedő zsidóknak ezzel, hogy ha nektek van igazatok, ha a törvény betartása által üdvözülhetünk, akkor ezek szerint én, Pál, Péter, Barnabás és a többi zsidó keresztény, mi mindannyian bűnösök vagyunk, és nem igazak, mert közösséget vállaltunk a pogány keresztényekkel, és a Krisztusban való, a hitáltali megigazulást valljuk? Önképpen ezt a kérdést teszi fel, ezzel szembesíti őket. És akkor még tovább megy, és azt mondja, és figyeljétek Pálnak az éles logikáját, hogy ekkor ez azt is jelenti, hogy Krisztus a bűn szolgája. Tehát az mellett van, hogy pártolja a bűnt. Miért? Azért, mert másként fogalmazva, tulajdonképpen ez hangzik el, hogy ahhoz, hogy Krisztus által megigazuljunk, el kellett hagyni a törvényt. Ott hagytuk a törvényt. Viszont, hogy azt mondjátok, hogy a törvény elhagyása bűnös, akkor Krisztus a bűnre vet rá minket? Pál azt mondja, hogy tehát akkor szerintetek. És szerinted is, Péter? Maga Krisztus is a bűn mellett van? Ezen a ponton Pál világos, logikus érvelése szerintem porrázúzhatta Pétert. Mert Péter egyáltalán nem akarta ezt, és egyáltalán nem így gondolta. És rádöbbenhetett, hogy a viselkedéséből mégis ez következik. Ahogy Péter hallhatta Pált, ahogy ő neki ezeket elmondta, hiszen ez a leírás tulajdonképpen ennek a szembetűzésnek a leírása, amit itt olvasunk a Galata levélben, ugye először hallja azt, hogy képmutatóan viselkedik. Hallja ezt Páltól. Hallja azt, hogy tulajdonképpen ő is bűnössé vált, amikor elhagyta a törvényt, hiszen korábban ezt tette. Mert közösséget vállalt a pogány keresztényekkel, és azt vallotta, hogy csak hitből Krisztus által. És a végén még oda jutott, hogy ezek szerint még ő is azt kommunikálja, hogy Krisztus a bűn oldalán lenne. Péter itt már biztos azt mondta, hogy nem, semmiképpen nem. Az ő válasza ugye nincs megörökítve itt a levélben, de később tudjuk, ugye a Jeruzsálemben volt az a tanácskozás, amit az abcselben találunk, ahol összejöttek a vezetők, és megbeszélték pont ezt a pogány keresztények és a zsidó keresztényeknek az ügyét, és ott maga Péter állt fel, és maga ő szólalt fel, ugyanúgy, mint itt Pál, hogy nem. Csak a Jézus Krisztusban vetett hit által igazul meg az ember. Pál is itt azt mondja ebben a versben, erre az teljesen abszurd gondolatra, hogyha ez úgy lenne, akkor Krisztus a bűn mellett volna, hogy semmiképpen sem. Ugye így fejezi be. Aztán így folytatja, és a logikája teljesen megsemmisítő a 18-as versben, mert ha valamit leromboltam és ismét felépítem, magam nyilvánítom magamat törvényszegőnek. Ugye Pál itt saját nevében beszél, mintha ő is a törvényeskedő zsidók közé tartozna, és úgy viselkedett volna, mint Péter, nagyon kegyelmesen jár el, nem rájuk mutat, hogy ezt tettétek, hanem úgy beszél, hogy figyeljetek, ha ezt teszem, mintha ő is közéjük tartozna, így beszél, és azt mondja, hogy ha én, aki leromboltam a törvény általi megigazulás rendszerét, és elfogadtam a hitből való megigazulást, most ha ismét azt akarom felépíteni, azt a rendszert, amit leromboltam, akkor én magam leszek törvényszegő. Más szavakkal ezt mondja Pál, hogy nem az volt a bűn, hogy elhagytam a törvényt, hanem az lesz a bűn, ha visszatérek hozzá. Mert akkor én képmutatóvá válok, és megtagadom a kegyelmet. És itt Péter tudja, hogy végig róla van szó, mert a viselkedésével ő pontosan ezt csinálta. Visszatért a törvény rendszeréhez, és elhagyta a kegyelmet.
Aztán Pál így folytatja, és a következő versek nagyon fontosak, de nem is olyan könnyen érthetőek. A 19-es és a 20-as versek. Mert én meghaltam a törvény által a törvénynek, hogy Istennek éljek. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Ezeket a verseket csak az érti, aki pontosan tudja, hogy mit kaptunk az újjászületésben. Mert tele van olyan fogalmakkal, amik érthetetlenek. Úgy azt mondja, hogy meghaltam. Hát él, nem? Hát ő írja a levelet. A törvény által a törvénynek. Micsoda? Mit jelent ez? Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Micsoda? Hát írja a levelet, nem a kereszten van. Hát Krisztust már rég keresztre feszítették, már nincs ott a keresztenek. A miért ír ilyeneket Pál? Azt mondja, hogy Krisztus él bennem. Hát most hol van Krisztus? Bennem van. Tehát olyanokat olvasunk, amelyek egy kívülálló számára, vagy aki először olvassa, vagy egy olyan keresztény számára is, aki nem értette még meg, hogy mi történt velünk az újjászületésben, az számára ez teljesen érthetetlen. Hát ez maga az agyvaság, amit itt olvastunk. Hát most behívok valakit az utcáról, és ezt felolvasom neki, azt mondja, ez a legnagyobb marhaság, amit valaha hallottam. És egyetértek vele, mert ez csak az érti, aki már tudja, hogy mi történt vele az újjászületésben, ha újjászületett. Nem volt véletlen, hogy a római levelet olyan részletesen tanulmányoztuk így hétfő estéként, ugye, most már lassan 5 évvel ezelőtt volt, másfél éven keresztül, csak azért, mert többek között a legmélyebben, a legtisztábban elmondta nekünk, hogy mi történt velünk az újjászületésben, hogy kik lettünk, az identitásunk. Mi az, ami változott? Mi az az ajándék csomag, amit kaptunk? Én remélem, hogy sokan itt voltatok, vagy hallgattátok, vagy már máskor megértettétek ezeket az igazságokat. Most is egy picit próbálom ezt összefoglalni, hogy mindenki számára érthetőek legyenek ezek a versek. De aki ezeket nem tudja, vagy nem érti, nagyon bátorítalak benneteket, hogy olvassátok a római levelet. Hallgassátok azokat a tanításokat, amik arról szólnak. Mert a hitünk alapjai, az, hogy kik vagyunk, arról van ott szó. Hát ha nem tudod, ki vagy, akkor mit csinál? Hogy éled az életed? Hát ha azt se tudod, ki vagy. Ez az első dolog, addig ne akarj misszióba menni, meg evangelizálni. Hát legalább tudd meg, hogy ki vagy. Ez az első, mindennek az alapja. Mit jelent hát ez, amit itt ír Pál? Mit jelent, hogy keresztre van feszítve? Mit jelent, hogy Krisztus él benne? Nagyon röviden próbálom összefoglalni, hogy segítsek értelmezni ezeket. A Biblia elmondja nekünk, hogy mindannyiunk őse, Ádám, egy döntésével elszakadt az Istentől. Azóta mindenki ebben az elszakadt állapotban születik. Mindannyian a bűnös Ádám életútját folytatjuk. A Biblia úgy szokott fogalmazni, hogy Ádámban vagyunk. Ezzel alatt azt érti, hogy ugyanolyanok vagyunk, mint Ádám, az ő életútjában. Hát szó szerint is egyébként az ő utódai vagyunk. És a Biblia elmondja, hogy ez a kapcsolatunk vele nem csak test miatt, mert tőle származunk, hanem szellemi vonalon is sokkal mélyebb, mint ahogy gondolnánk. Mert azonosak vagyunk vele, lelki értelemben is. Közös a múltunk, közös a jelenünk, közös a jövőnk. Tehát ott voltunk a bűnesetnél, Ádámban, az ős atyádban, ott voltál te is, és te is vétkeztél az Istennel. Érdekes, a Biblia így lát bennünket. És a jövőm is azonos a bűnös Ádám sorsával. Ha meg nem térek, a pokol. Ez az életút oda vezet. A jövőm a pokol, úgyhogy ez nem valami pozitív üzenet, de ez a valóság. Ez a valóság. Isten mentő akciót szervezett. És az ő mentő akciója megment bennünket.
ugye Krisztus volt az, aki meghalt értünk a kereszten, és hogyha aki befogadja őt, az újjászületik. És az újjászületésnek az a következménye, hogy egy másik életúttal lettem azonos. Eddig Ádám életútjában voltam, Ádámban voltam, így is fogalmaz a Biblia. Ezután Krisztus életútját folytatom, Krisztusban vagyok. Ezt is így fogalmazza a Biblia. Tehát a Biblia azt mondja, hogy az újjászületésnél történik egy váltás. Benne voltam egy életútba, Ádámban voltam, most már Krisztusban vagyok. Egyébként, ha azt megértjük, ez arra is jó, hogy választ adjon azoknak, akik azt mondják, hogy hú, de igazságtalan az Isten, mert hogy a pokol felé haladok, mert nem is én vétkeztem, hanem Ádám. Bezzeg, ha én ott lettem volna, én biztos nem vétkeztem volna, mondják sokan, ugye? Milyen igazságtalan az Isten. Bűnös vagyok, és pokolra kerülök, és nem is csináltam semmit. Ugye? De akkor hadd kérdezzem meg tőled azt, hogy azért sem tettél semmit, hogy igaz legyél, és Krisztusban mégis igaznak nyilvánít az Isten, ha elfogadod Krisztust, és a mennybe kerülsz. Érdekes, nem? Lásd magad Ádámban, semmit nem tettél, és a pokolra kerülsz. Lásd magad Krisztusban, semmit nem tettél, és a mennybe kerülsz. Minden azon múlik, kivel vagy azonos. Kivel vagy egy. Kiben vagy. Így is mondhatnám. A Biblia így fogalmaz. Tehát az újjászületés kiemel Ádámból, és Krisztussal, az ő életével hoz egybe. Belehelyez. És ez miatt a Krisztussal való életben az én életutam is egyezik az övéve. A múltam, a jelenem és a jövőm is. Hadd tegyem fel a kérdést, akkor hol voltál 2000 évvel ezelőtt? A kereszten. Hát hol volt Krisztus? A kereszten. Most már értitek, miért mondja azt Pál, ahogy felolvastam itt, a Galata 19:20-ban, hogy Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve? Most már érthető ez a mondatrész? Mert az ő életével azonos. Ugye egy kicsit furcsa. Hát mi még meg se születtünk akkor. Hát így van. De ez nem ezen múlik. Hát akkor se születtünk meg, amikor Ádám vétkezett. És akkor sem, amikor Krisztus megváltott. Tehát a múltam is azonos, és Krisztussal együtt ott voltunk a kereszten. Ezért mondja Pál, hogy Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Aztán nézzük először a 19-es versben, hogy mit mond? Mert én meghaltam a törvény által a törvénynek, hogy Istennek éljek. A törvény azt mondja, hogy vétkes vagyok. Bűnhődnöm kell. Ez megtörtént. Mert Krisztusban Isten megítélte az én bűnömet a kereszten. Tehát a törvény által meghaltam a törvénynek. Mert megtörtént az, hogy meghaltam, ilyen értelemben ki lett mérve rám az ítélet. A következmény az, hogy meghaltam. Nem a törvény halt meg. Vigyázz, nem ezt mondja a Biblia. A törvény az jó, igaz és szent, az most is él. Te haltál meg a törvénynek. A Biblia azt mondja, hogy megszűnt az a kapcsolat. Egy más helyen úgy hasonlítja ezt, mint a házasság. Ugye, ha meghal a házastárs, akkor szabad vagy, hogy elvegyél valaki mást, hozzámenjél valaki máshoz. Egy másik helyen ugye ezt a hasonlatot használja a Biblia, ugye. Tehát arról van szó, hogy amikor itt azt mondja, hogy én meghaltam a törvény által a törvénynek, hogy a törvény követelése ki lett elégítve, az ítélet végre lett hajtva, az ítélet a bűnre, mindig a halál, végre lett hajtva Krisztuson. De a vele való azonosságom miatt meghaltam a törvénynek. Krisztussal együtt. Meghaltam a törvénynek. Törvénynek nincs további követelése rajtam. Akit egyszer kivégeztek, az már ki van végezve. Tehát olyan nincs, hogy valaki meghalt, aztán még egy kicsit még jobban megöljük. Tehát aki kampec, az kampec. Tehát aki meghalt, az meghalt. A halottat nem lehet tovább ölni. Tehát a törvény által én meghaltam, ugye a törvénynek, ezt mondja Pál, akkor most már ezt értjük, hogy mit jelent. A törvénytől már nincs
nincs követelés rajta. Valami más kezdődik, azt mondja Pál, Istennek élhetek. Érdekes módon, törvény alatt nem tudtam. Most már Istennek élhetek más módon, mint gondoltam. Mert a törvény alatt a saját erőmmel próbáltam kielégíteni a törvényt, nem sikerült. Most már átkerültem a kegyelem oldalára, a kegyelem szférájába vagyok. Krisztus életével vagyok egy. Krisztus életével élhetek az Isten. Ezt mondja Pál. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem, azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem. Ugye most már értjük, hogy miért mondja Pál, hogy Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, hiszen a Krisztussal való egyesülése miatt ő is ott volt a kereszten. És az újjászületésben Krisztus életét kapjuk meg. És elkezdjük élni, hozzá csatolódunk, vele leszünk közösségben. Tudom, hogy ezek nehezen érthetőek az emberi értelem számára. Itt olyan szellemi dolgokról beszélünk, amit nem tudunk felfogni teljes mértékben, de azért amilyen mértékben Isten igéje kijelenti, és az ő szent lelke világossá teszi ezeket az igéket, mégis megfoghatjuk ezeket az igazságokat. De sokkal nagyobbak ezek annál, sokkal nagyobb misztérium ez annál, hogy teljességével felfogjuk. De ezt láthatjuk, amit kijelent nekünk az ige, hogy ez történik. Az újjászületés legnagyobb ajándéka egyébként ez, hogy Krisztus életét kapjuk meg. Ugye mi sokszor úgy gondolkozunk, hogy hát ugye az a lényeg, hogy a mennybe kerüljünk, meg hogy örök életünk legyen. Nem ez a lényeg. És igazából rosszul is gondolkodunk, mert amikor örök életről beszélünk, akkor mindig arról gondolkodunk, hogy az én életem, ami örökké tart. Ez nem igaz. A Biblia nem így érti az örök életet. Tudtad, hogy amikor az örök életet említi a Biblia, akkor egy személyről van szó? Jézus Krisztusról? Behelyettesítheted, ahol olvasod a Bibliában, hogy örök élet, cserélt ki Jézus Krisztusra. Ő egy személy. Az újjászületésben Jézus Krisztus életét kapjuk meg. Ez az örök élet. Jó, hát mellesleg ez örökké is tart, ez igaz. És a mennyben ez is igaz. De ezek már csak következményei annak, a legfontosabb dolognak, hogy kinek az életét kapom meg. Jézus Krisztus életét. Ez a legnagyobb ajándék. Minden más az hozzáképes. Messze. Nem olyan csodálatos és hatalmas. A legcsodálatosabb dolog, hogy Jézus Krisztus életét megkapom. Ez a legnagyobb ajándék az újjászületésben. Ez határozza meg most már az identitásom, hogy ki vagyok. Egy bűnös ember, akit Krisztus megváltott, de most már vele vagyok egy. Egy bűnös ember, aki Krisztus nélkül egy olyan életet élt, amiből nem is következett más, csak bűn. A Biblia úgy fogalmaz, ez az óember. De az újjászületésben az óember meghalt, azt mondja a Róma 6:6. Az új ember él, az énem állapota, a bűnuralma alatt. Ez az óember. De onnan kiemelt engem Isten az újjászületésben, és aki vagyok Krisztus uralma alatt, ez az új ember. Az óember halott. Aki azt mondja, hogy az óember él, az hamis dolgot mond, mert halott. Nem kell öldökölni az óembert, az halott. Az óember nem tud feltámadni. Krisztus élete bennem. Ez az új teremtés. Ez vagyok. Ez adja meg az identitásom. Igaz, hogy az állapotom még nem tökéletes. Az újjászületésemtől a halálomig ezt a szakaszt úgy hívja a Biblia, hogy ez a megszentelődés, ebben még az állapotom formálódik, de az identitásom az már nem változik, az már most krisztusi. Vele való azonosságom van. Pál ezért mondja, hogy Krisztus él bennem, és ez az egyik legcsodálatosabb mondat a Galata levélben.
Krisztus él bennem. Ez csak az érti, aki megértette ezt, amiről most csak nagyon röviden beszéltem, hogy mi történt az újjászületésben. Hogy Krisztussal lettél egy. Egyé váltál Krisztussal. Egy olyan közösségbe kerültél vele, amit már nem lehet elszakítani. A legnagyobb csoda ez. Ezen elmélkedtél már? Hálát adtál már ezért? Dicsőítetted őt ezért? Gondolkoztál ezen? Mert ennél nagyobb dolgot nem mondhatok neked. Krisztus él benned, ha elfogadtad őt megváltottnak, és újjászülettél. Pál azt mondja, hogy ezt az életet élem, Krisztus él bennem. Most még testben élek, mondja Pál, tudja ő is, neki is voltak kísértése és harcai, de ez már nem az óember élete, ez már a lélek és a test harca, amiről beszél az ige. Mert újjá lettem teremtve, de attól még miért kell harcolnunk? Hát a test miatt nem csak a fizikai testet értjük, hanem a régi életünk minden dolgát. A szokásaidat, ahogy éltél, ahogy a világ beprogramozta az agyadat a sok hazugsággal, hát szoftvert kell cserélni. Az újjászületés olyan, hogy letöröljük a Winchestert, berakjuk az új installlemezt. Új operációs rendszert installálunk, ha most számítógépes nyelven mondjam. Le kell cserélni. És mindig jön a vírus a világból. A vírus, a világi gondolatok megfertőzik az agyadat, az életed bizonyos területét, ezért újra elkövetsz bűnöket, mert szabad vagy, de ki az a bolond, aki megismerte Krisztust, és utána visszamegy a mocskos életébe, és mi mégis sokszor megtesszük. De ő megbocsájt újra, és újra berakja az installlemezt. És a Szentlélek, aki végzi az installációt, az átprogramoz. Róma 12.2-ben azt olvassuk, hogy az értelmünket megújítja. Az ige, ahogy tanulmányozzuk, a Szentlélek munkája által a sok hazugságot, amit a világból hoztunk, átírja igazságra. Ez történik a megszentelődés folyamatában. Így az állapotunk is változik, az életünk is változik, a cselekedeteink is változnak, de ez egy folyamat. De az identitásunk az, hogy kik vagyunk, az már az újjászületés pillanatában megtörtént. Krisztus él bennem, mondja Pál. Te is mondhatod, ha újjászülettél. És örvendezhetsz ezen, mert ebből következik minden. Mert ha úgy akarsz keresztény életet élni, hogy nem hiszed el ezt az igazságot, nem tudod ezt, hanem próbálkozunk, hát csak sikerül. Hát eleve kudarcra vagy ítélve. Te ne próbálkozz, hogy új ember legyél, mert az vagy. Nekünk nem megvalósítani kell az új embert, meg lett valósítva. Neked adatott az újjászületésben. Már csak föl kell fedezned, amit kaptál az ajándékcsomagban, és meg kell élned. És rájössz, hogy van hatalmad nemet mondani a kísértésre. Azt hitted eddig, hogy uralkodik rajtad, mert az életed több évtizedében ugyanazokat a bűnöket elkövetted. Sokan azt hiszik, hogy visszaesnek. Az ital, az önkielégítés, egy csomó dolog, amik visszatérnek emberek életében. És azt mondják, hogy hát ez uralkodik rajta. Nem is igaz a Biblia. De igaz. Csak előbb hitáltal hidd el, hogy igaz, és utána meg is tapasztalod, hogy igaz. De előbb a hit jön, nem a tapasztalat. Sokan megpróbálják megcserélni. Próbálj, na működik? Nem működik. Nemet mondtam? Hát nem, nem rohant el az ördög. Na miért nem? Előbb hidd el, hogy ő mit mond. Előbb elmélkedj ezen, hogy Krisztus él benned. Utána lesz majd hatalmad, bátorságod, biztonságod. Nemet mondani, és az ördög elfut. Miért? Mert Krisztus él benned. Ha te ezt tudod, hát akkor mitől félsz?
akkor miért aggódsz? Nem történhet veled semmi baj az életben. Krisztus él bennem, mondja Pál. Ezt az életet még ugyan testben élem. De hogyan működik ez az élet? Itt elmondja Pál nekünk, az Isten fiába való hitben élem. Hitben. Nem látásban, nem látomásban, nem élményekben, nem tapasztalatokban, mint ahogy sokan próbálják. Mit mond Pál? Azt mondja, hogy abban élem, hogy fantasztikus, extatikus élményeim vannak. Ezt mondja? Vagy hogy olyan látomásaim vannak mindig éjjel-nappal. Ezt mondja? Na mit mond ez a Pál? Azt mondja, hogy hitben élem. Mi a hit? Bízok benne, hiszek benne, rábízom az életem, és követem. Ezt mondja Pál apostol. Pedig neki voltak élményei. Sok mindent végzett el Isten rajta keresztül, és mégsem azt mondja, hogy az a lényege ennek az életnek, hanem az, hogy hitben Krisztust követem, benne bízok. És elmondja azt, ami ott volt a szívében, amit soha nem tagadhat, amikor róla beszél, aki az ő élete, hogy aki szeretett engem, és önmagát adta érte. Ha te is így gondolsz a te életedre, Krisztusra, akkor tudod, hogy mennyire szerető. Tudod, hogy az életét adta érted. Krisztusnak ez volt a motivációja, hogy megmentsen téged, mert szeretett, és most is szeret. És Pál átérezte ezt nagyon mélyen, amikor írta ezeket a sorokat is, hogy mennyire szereti őt Krisztus, és számára is ez lett a legnagyobb motiváció, hogy tudjon szeretni. Mert a legnagyobb erő a szeretet, az igazi szeretet. Mert az embereket lehet megfélemlíteni, az embereket lehet manipulálni, mindent lehet csinálni az emberekkel, de a legnagyobb erő, ha megtapasztalják az igazi szeretetet. Az a legnagyobb erő. Pontosan ez az, amit nem kell félni, hogyha a kegyelem evangéliumát valaki elfogadja, akkor úgy fog élni, hogy mint bárhogyan él, meg bárhogy cselekszik, hiszen azt mondjuk, hogy nem számít a cselekedet. Miért nem fogja megtenni az ilyen ember, hogy bűnben él, és bármit megcselekszik? Mert megtapasztalta, felismerte, hogy mennyire szereti őt az Isten. És ez olyan motiváció neki, hogy megváltoztatja az ő életét is. És nem azért fog jót cselekedni, hogy üdvössége legyen, hanem azért, mert már üdvössége van, mert hittel elfogadta Krisztust. És ebből következnek a cselekedetek. Mert az Isten nagyon szeret téged. Sokszor ezt úgy mondjuk, hogy ó, már annyiszor hallottuk. Igen, de érted? Érted, amit mond? Beszélsz? Érted, amit hallasz? Gondolkodtál már ezen? Mi sokan tudjuk a János 3.16-ot, hogy mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És tudod kívülről ezt a verset, de tudod is, hogy mit jelent? Tartottál már úgy csendességet, hogy ezt a verset veszed, és szavanként elmélkedsz rajta? Ha nem, akkor hadd adjak egy tippet. Hogy megértsd, és megtapasztalt, hogy mennyire szeret az Isten. És aztán ez lesz a legnagyobb motiváció a te életedben is, hogy szeress. Szeresd viszont, és szeresd másokat. És Pál végül így fejezi be a Galata 2.21, az utolsó vers, amit ma néztünk, hogy én nem vetem el az Isten kegyelmét. Mert ha a törvény által van megigazulás, akkor Krisztus hiába halt meg. Íme a legvégső érv, mondja Pál, ez még mindig gondoljatok rá a Péterrel való és a törvényeskedő zsidókkal való szembenállás kontextusában. A legvégső érv, halljátok hát, ha a törvény által is lehet megigazulni, teljesen felesleges volt Krisztus kereszthalála. Akkor a kereszt teljesen hiába való, és az evangélium hazugság.
ha van más út, akkor minek halt meg Krisztus? Ezért neked is döntened kell, és mindenkinek, hogy vajon a saját jó cselekedeteid, vagy pedig a hit útját választod. Mert hogyha a jó cselekedeteiddel akarod kiérdemelni az Isten kegyét és a mennybe jutni, akkor ezzel azt is mondod, hogy a Krisztus hiába halt meg. Gondolkozz el ezen. Péter, amikor ezt hallja Páltól, már teljesen kész volt. Már rég mondta volna Pálnak, hogy Pál, én nem ezt akarom, nem ezt gondoltam. És Pál tudta, persze. Pál ezt nem azért mondta Péternek, hogy megszégyenítse őt, de így tudta nyilvánosan ezt az igazságot mindenki előtt elmondani. És Péter is tudta ezt jól. És Péter nem azért viselkedett így, mert ő más gondolt volna, hanem igazából azért, mert jó színbe akart feltűnni a törvényeskedő zsidók előtt, erről már beszéltünk. Neki elég volt ez az intés. És a mai versek egyik legfőbb üzenete az, hogyha újjászülettél, akkor Krisztus élete van benned. Akkor Krisztus él benned, és te élheted az ő életét. Mit jelent ez? Belőle táplálkozhatsz. Hozzáfordulhatsz. Egy vagy vele. Nincs messze tőled, hisz benned van, hisz össze vagy kötve vele. Az ő életében vagy. Ő vezet téged, kijelent neked dolgokat, használ téged, és átformál téged. Nem kell félni attól, hogy az embereknek elmondjuk a kegyelem tanítását, hogy bármit tehetnek. Mert akik megismerik Krisztust, hogy ő él bennük, azok nem akarnak bármit tenni, hanem csak neki akarnak kedvesek lenni. Van olyan az életedben, akit nagyon-nagyon szeretsz? Gondolj rá. Megtennél mindent azért, hogy ne okoz neki fájdalmat? Szerintem meg. Akik megismerik Krisztust, egyszerűen azért, mert szeret, és viszont szeretik őt, nem akarnak neki fájdalmat okozni. A szeretet a motivációra. Arra, hogy nem élem azt az életet, mint korábban. Nem járom a bűn útját. Megtehetném. De nem vagyok olyan bolond. Mert mellesleg következményei is vannak azért annak. De nem akarom azt az életet élni. Mert van jobb élet, a Krisztus élete. Azt akarom élni, amit ő akar. És ő megmondja. Ő segít, és felfedezem, és gyönyörködöm azokban a dolgokban, amikben ő gyönyörködik. Ezt elvégzi bennem. A legizgalmasabb dolog a keresztény életben az, hogy Krisztus él bennünk, és ezt az életet élhetjük. És felfedezhetjük ennek az életnek a csodálatos varázsát, erejét, a békességet, amit kaptunk. Tudjuk, hogy hova megyünk. Tudjuk, hogy bármi nem történhet velünk. Tudjuk, hogy formáltatás alatt vagyunk. Tehát úgy is prédikálhatnék, hogy kirakok ide egy táblát magamra, és az lenne ideírva, hogy megváltva, de még formáltatás alatt. Meg vagyok váltva, ezért az identitásom már krisztusi, Krisztusban vagyok, de még sok mindent kell elvégeznie bennem Krisztusnak, hogy az állapotom is olyan legyen. És úgy tudjak szeretni benneteket, ahogy ő, mert én még nem tudok úgy szeretni. Én még sok mindent nem tudok. De ő azt ígérte nekem, hogy elvégzi. És neked is azt ígérte. Elvégzi benned azt, és ő mindig betartja az ígéretét, mert kimondhatatlanul szeret bennünket, és ő az Isten, van hatalma arra, hogy megcsinálja azt, amit elhatározott. És ennek sem ördög, sem ember, se senki nem tud ellenállni. Hogy megtegye a jót a te életeddel, amit tervezett. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, köszönjük neked azt, hogy
kimondhatatlanul szeretsz bennünket, és Jézus Krisztusban, a te egyszülött fiadban megmutattad ezt a szeretetet a kereszten. Köszönjük Jézus, hogy te önként vállaltad, hogy meghaltál értünk, hogy bűnné lettél, hogy mi a te igazságodat megkapjuk. Köszönjük, hogy szeretsz, köszönjük, hogy újjászülethettünk. Uram, én imádkozom azokért, akik még nem fogadtak el téged, és nem születtek újonnan, és nem tapasztalták meg a te életedet, hogy fogadjanak el téged, akár most ebben a pillanatban, hiszen ezt te egyszerűvé tetted. Csak hittel ki kell nyúlniuk, és el kell fogadniuk téged, megváltónak, uruknak. És imádkozom azokért, akik újjászülettek, hogy végezd a formáltatást. Hogy azok, akivé lettünk az identitásunk alapján, a cselekedeteinkben, a valóságban, a gyakorlatban is megvalósuljon. Köszönjük, hogy úgy élhetünk, hogy te bennünk élsz. Soha nem szakíthat el senki tőled. Mert megtettél mindent ezért. Mindent. És amikor kimondtad a kereszten, hogy elvégeztetett, akkor valóban minden elvégeztetett. Köszönjük, hogy bennünk élsz örökké, hisz te vagy az örök élet. Köszönjük, hogy bennünk élsz. A te nevedben imádkoztunk. Amen. Áldott hetet kívánok nektek, Isten áldjon titeket, jövő héten folytatjuk, gyertek, sziasztok!